2026. szeptemberétől új oktatási program szerint tanítanak a szlovákiai alapiskolákban. Az új módszert most csaknem 40 iskolában tesztelik Szlovákiában, közülük 4 magyar tanítási nyelvű alapiskola. A Csallóközaranyosi Kócánmór alapiskola az egyike ezeknek a felvidéki magyar alapiskoláknak. Itt is elmondták, 2026-tól gyakorlatilag megszűnik az alsó és a felső tagozat fogalma. 3 ciklusra osztja majd a program az alapiskolai 9 éves képzést. Az első ciklusban a legkisebbeknél a pedagógus feladata az, hogy kialakítsa a gyermek tudásszomját. A második ciklusban 5. és 7. között az önállóságra, önálló munkavégzésre nevelnek a pedagógusok. A 3. ciklusban pedig, tehát a 8. és a 9. osztályban már gondolkodni tudó, véleményt formálni képes, csapatmunkára nyitott, középiskolába készülő diákokkal számol a program. Az első osztályos matematika óra énekkel és zenével kezdődik a Csallóközaranyosi 150 gyereket nevelő és oktató intézményben. Ők az első ciklus gyermekei, a tudásszomjat hivatottak náluk 4. növelni a pedagógusok. Minden gyereknek el kell jutni A-ból B-be, csak minden gyereknek más az útja, és ezt az utat kell nekik tudnunk biztosítani. A frontális oktatása minimálisra csökken a tanár, moderátor és közvetítő. Jelentős szerepet kaphat a csapatmunka az iskolákban. A tananyag, amit át kell venni, az ugyanaz lesz minden iskolában, csak a lépték és a beosztás lesz más, és a nagy hangsúly az az inklúzión van, ami ebben a reformban nem az értődik az inklúzión, hogy a tanulási problémákkal, vagy bármilyen más problémával szembesülő, vagy akár azzal belépő gyereket beintegráljuk az osztályba, hanem az inklúzió az azt jelenti, hogy mindenki kapja meg azt a tanítási formát, vagy azokat a lehetőségeket, ami számára a legjobb. A programot a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is korkihívásokra reagáló, kiváló módszernek tartja. Amennyiben elérjük azt, hogy egy gyermek szeret iskolába járni, a következő fázisban megtaníthatjuk arra, hogy hogyan is kell önállóan dolgozni, illetve csoportban, kooperatíve, hogy kell együttműködni. Mert ha erre nem neveljük rá a gyereket, nem tanítja meg az iskola, akkor felnőtté válása után egy munkahelyen nem tud alkalmazkodni. Fekete Irén is úgy vélekedik, a jó pedagógus az, aki látja és tudatosítja azt, hogy a világ változik, és ezáltal a pedagógust érintő kihívások is változnak. A pedagógus otthon dolgozik, otthon készül fel, és az iskolában már csak irányítja a gyermekeket, és önállóan gondolkodjanak, önállóan fejlődjenek, önállóan tapasztaljanak, és önállóan végezzék el azt a munkát, amihez tényleg kedvük van, mert ha csoportban csinálják, mindenkinek van lehetősége hozzászólni. Véleményem szerint a frontális munkának már nincs jövője. Az új oktatási modell Szlovákiában 2026. szeptemberétől minden alapiskolában hatályos.